I don't know what this region means to others. It is my birthplace, though now ringed with flames. A little land, my long-lost childhood's world. I grew up from this tree trunk, a frail twig. My corpse, I hope, will rest beneath this soil. Here I'm at home. The bowed shrub at my feet, I recognize the flower and know its name. I know the road and those who come and go. I know, too, what the summer sunset means, with reddening pain poured out from sweating walls. This region for the airman's just a map. He does not know here Veroshmati lived. For him, it's factories, barracks. But for me, it's crickets, oxen, church towers, gentle farmsteads. He, through his sights, sees chimneys, ploughed up fields. I see the workmen trembling for their toil. Woods, birds in orchards, vineyards and graves, by one of which a grandam noiseless weeps. From what up there's a target, rail or works, down here's the dwelling of the signalman. We see him standing here in front of it, the red flag in his hand, around him children, a sheepdog in the workyards frolicking. Nearby is a park with footprints of past loves and kisses honey sweet or bilberry sour. The years I went to school, I often stepped, for luck, on one stone in the sidewalk's edge, when fearing classroom tests. Here is the stone. From far above, it cannot well be seen. No instrument is able to detect it. Like other nations, we have greatly sinned. We know our sins, know when and how we sinned. But innocent are poets, laborers and babies, whose intelligence must shine, hidden away, protected in dark cellars, till peace, once more, its sign writes on our land. Then they, with fresh and open speech, will answer our stifled words. But shield us until then with your huge wings, O watching clouds of night.
Szeretettel köszöntöm a törzsasztal kedves nézőit az agyai haláscsárdából. Hótakaró alatt szunnyad az ősszel földbevetett mag, kihalt, néptelen a táj, téli álmát alussza a természet. De figyeljünk csak, a hajnali ködben, mintha fénycsíkok bodorodnának az ég felé, s embereket látnánk a szabad tűz körül tevékenykedni. Csak a táj alszik. Az emberek számára ezekben a kemény téli hetekben jött el az ideje az év egyik legnagyobb és legszínesebb, a szó szoros értelmében, élvezetekben leggazdagabb eseménye, a disznótor. Thank you.
Kedves városi tévénéző, aki kolbász csak hentestboltban vagy a pecsenyes ütőnél látott, hogyan is magyarázzam el, mi az a disznótor? Ha oda tévednének, ahol én is jártam a minap, gyermekkoromat idézve, tanulni lehetnének annak, hogy a mangalica órára kötél kerül, 3-4 ember birkózik vele, majd megvillan a böllér kése, és nyomában felhangzik a gömbölyűre hízott ártány bús röfögése, kétségbe esett csivítása. Percek múlva már világít a szalma magasra csapó lángja, hogy leperzselje az áldozati állat göndörszőrét. Nálunk az eredmény semmi. Hogy csinálták ezt a régiek? Se baj, van itt egy kiváló, fatüzelésű pörzsölő. A mangalica sűrű bundájában ez sem tesz nagy kárt. Hogy csinálták ezt a régiek? Jöjjön hát a modern technika, a gázláng megteszi a magáét. Szakértő kezek alatt rövid időn belül leperzseljük őkelme szőrét. Néhány szó a mangalicáról. Ez a sertésfajta Magyarország szilaj, göndörszőrű, hungarikum állata. Őseink a Kárpát-medencébe érkezésükkor Ázsiából hozták magukkal. A mangalica a 19. század második felétől mintegy 100 éven keresztül hírt és rangot jelentett a magyar sertéstenyésztésnek. Az elmúlt évtizedekben azonban csaknem kipusztult Magyarországon. Az előnytelen megítélést azonban megváltoztatták az újabb vizsgálatok, miszerint a mangalica zsírjában más az olajsavak és a zsírsavak aránya, mint a hibrid hússertésekében. Ezért a mangalica húsából készült friss és füstölt termékek emészthetősége jóval könnyebb. De térjünk vissza a disznótorba. Néhány kupica test és lélekmelegítő pálinka után vidámabban megy a munka. A disznó már hófehérre van súrolva. Böllér uram egy újabb korty kisüsti után megkérdezi. Gazduram, orjára vagy karajra bontsam a jószágot? Orjára annyit tesz, hogy a bontást a disznó hátáról kezdik, karajra pedig, hogy a hasáról és a gerincet hosszában ketté vágják. Az asszonyok abálják a vért, tisztítják és zsírra vetik a vörös hagymát, majd néhány darab hús is kerül. Egy kis szalonnásabb, egy kis húsosabb, egy kis máj. Készül a pompás reggeli. Hagymásvér, sült húsdarabok, sült máj, házi savanyúságok, házi kenyér, igazi lakoma már reggel. Természetesen hozzá jóféle fűszeres forradbor. Erre az időre már a disznó szétbontva az asztalon hever. Böllér uram nagy szakértelemmel csinosítgatja a sonkákat, válogatja a kolbásznapvalót, alakítja a szalonnákat. A család apraja nagyja kiveszi részét a munkából. Nálunk ebédre csak pörkölt készült egy kis főtt krumplival. Igazi szakértelmet igényel a kolbász ízesítése, sokan már patika mérleggel mérik ki a fűszereket, azonban hagyományosan szájíz szerint ízesítettek. Külön tudomány a hurkához való riskás a kifakadoztatása és a hurka fűszerezése. Egyes helyeken majorannát tesznek bele, máshol csak sóval és borssal ízesítik. Ahány ház, annyi íz. Kródi Gyula, a finom falatok költői méltatója így vélekedik ebben a kérdésben. Könnyebb egy színdarabról véleményt alkotni a színházi premiéren, mint a fűszerek elegendőségéről a disznó feldolgozásánál. Kár, hogy nincs mindennap disznóölés, amikor a férfiak megmutathatnák a nőknek, hogy ehhez az egyetlen egyhez jobban értenek, mint ők. Estére kelve be van töltve a hurka, a kolbász, a disznósajt, amit felénk varsinak hívnak, más helyen gömböc a neve. A sonkák, szalonnák sóban vagy pászlében fürödnek, hogy nem sokára füstre kerülhessenek. A tepertő is kisült, a zsír bödönökben várja a további felhasználást. A konyha felől egyre incsiklandóbb illatok szállnak. Aztán végre a háziasszony asztalhoz szólít, ahol már ott gőzölög az orjaleves, amelyről csak a magyar disznótorok szerencsés résztvevői tudják, milyen csodában van részük. Csigatészta úszik benne, s a színe sárga, mint az arany. A hagyományok ismerői tudják, hogy a leves után a szárma, azaz töltött káposzta következik, mégpedig nem rizssel, hanem árpakásával a töltelékében. Ezután sült hurka és kolbász kerül az asztalra. Esetleg kolbászhússal töltött szűzpecsenye.
majd ha bírunk még enni, egy kis szilvalekvárral töltött hájas kiflivel koronázhatjuk meg ezt a fejedelmi lakomát. A lakmározásnak tulajdonképpen ezzel vége. Merre van az én hazám, merre
de sírat engem az édesanyám. Nem sírat az, mert el van már sejhaj temetve, a sírjára rossz javunkban Egy jó? Hello! Gyere, jelző ide! Egészséget! Thank you.
Iker a malebrum a maladasna. Iker a brum a ladasna la romja kedile. Ay, na singer man la muda kana. Tadi sukara say mo kya. Yertine mangazi kodel mangal tumen. Sabiri kade penavla maskar tumen do drago del te jipil tumen buta ek te jimen te del tumen do drago del do sarsito. Kale ile gada pe mandero male lungo yo drama glama de dea. So starse. Ay, que musana te jauta el peño lo venete. Thank you.
Rákóczi Kovács Gusztáv hagyományozó együttest láthattuk. Külön nagy tapsot érdemel Murgulj Lajos, a népi és a tipikusre, aki túlra tekene és fantasztikusan táncol. Egy élő legenda. Ezek meg kameráznak. Hagyj már egy kötek 20 ezer este!